Sülizakar Szabolcs a MODEM művészeti vezetője. Október 18-a a Magyar Festészet napja. A MODEM-nek van egy felvállalt feladata, úgymond, tehát, hogy a magyar festészetet, a magyar festőket megismertetni, és ilyen módon támogatni az ő tevékenységüket. Ez hogy van jelen a MODEM életében és a felvállalt művészeti feladatai között? A MODEM ugye több évre előre tervezi a programját, és a koncepciónk határozza meg részben, vagy nagy részben egyébként, hogy ez hogyan alakul. Van egy a ügyvezetővel, Vizi Katával és a kurátor kollégáimmal együtt írt és képviselt művészi programunk, aminek egyébként természetesen fontos része a festészet is, de úgy általában a 20.-21. század képzőművészeti törekvéseit szeretjük bemutatni, különféle válogatásban, különféle szempontok szerint, ilyen például, hogy az adott régióban szólítsuk meg a művészeket, a MODEM infrastruktúrális lehetőségei, hogy nagy tereink vannak, életműkiállításokra ad lehetőséget, így a berlini kiállítás például ebben a formában egy érdekes dolog, de hogy konkrétan mondjuk a festészethez kössük, a földszinti kiállításunkon épp Hanyas vagy című kiállítás, ez a MODEM első gyűjteményes kiállítása. Tavaly váltunk galériából hivatalosan múzeális intézménnyé, ahol jelentős mértékben képviseli kifestmények a művészeket. Olyannyira, hogy a legutolsó képünk is egy az égenerációs művész, Koltai Dorottya Szonyának a Marcsa című nagyon vicces vagy szórakoztató műve. Én azt gondolom, hogy nagyon érzékeny mű. Ugye maga ez a kiállítás az arról szól, hogy a gyűjtemény kifejezetten a generációkutatás szempontja szerint mértük fel, dolgoztuk fel, és a szerint rendezzük a kiállítást, és ha már konkrétan a festészetről beszélünk, én azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes, hogy még a század előn születtek, tehát a veteránok, az alapítók döntően, legalábbis a mi gyűjteményükben festőként festészeti produktumokkal vesznek részt. A rendszerváltó generáció, tehát a baby boomereknél, és mondjuk később az X generációban valahogy a mediális dolgok átfordultak inkább a kísérletező hajlamba. Ott is találtunk festményeket, de az anyaghasználat nem a klasszikus vászon, olajvászon vagy akrilvászon történet, és nagyon izgalmas, hogy az Y-generációnál, és ahogy említettem a Koltai Dorottya Szonyánál például a Marcs esetében is, de nem csak nála természetesen, van egy erőteljes visszahajlás a manualitás, a festészet, az anyag, a valódi anyagiság irányában. Itt ugye talán annak is köszönhető, hogy annyira hétköznapjaink mindennapos részévé vált maga a digitális technológia és az egész digitalizáció, hogy az embereknek van igénye manualitásra, a taktilitásra, a tapintatóságra, az anyagokra, az érzésekre, a szagokra, de ez csak egy ilyen elképzelés. Egyébként mennyire lehet ma az embereket megfogni festményekkel, festészettel, mennyire jönnek be egy-egy ilyen tárlatra, tehát milyen formában lehet érdekfeszítővé tenni egy-egy ilyen festészeti kiállítást mondjuk a nagy közönség számára? Én azt gondolom, hogy azért ez generáció kérdése is, tehát nem mindegy, hogy ki a célcsoport, hogyha fogalmazhatok ilyen marketing szempontból, de hogy általánosságban én hiszem azt, hogy a képzőművészeti műfajokon belül a festészetnek azért kiemelt szerepe van mai napig. Ha megnézzük, nem feltétlenül csak mondjuk egy ilyen non-profit intézmény, mint egy múzeum életében, de ha megnézzük a kereskedelmi galériák esetében is, a festészet abszolút előkelő helyen van, sőt a csúcs helyen van, én azt gondolom, ami a festőket képviselnek a galériák, szerintem a festők mennek a legjobban. És hát egyébként a látogatókon is látszik, tehát ha olyan típusú festészeti kiállításokat hozunk, mint idén a természettel foglalkozó banki gyűjtemény, ahol 19-20. Századi nagy festészeti művek voltak láthatóak, azért ez a látogató számban is megmutatkozik. Én azt gondolom, hogy az embereknek van érdeklődése és igénye ahhoz, hogy ezeket a típusú festményeket nézzék, lássák. Másképp kell ezt ma már tálalni? Tehát mennyire játszik itt szerepet mondjuk az interaktivitás? Én szerintem a festmény azért az egy másik műfaj, vagy másik történet. Vannak olyan kísérletek, amikor már az egyes festők a műveiket kigyerjesztik térbe, úgymond, és mondjuk nem csak ez a hagyományos táblakép formátum jelenik meg. Például a Hanyas vagy Kiállításnál vagyunk az egyik kiállítónk, a Nemes Márton, aki egyébként éppen a Velencei Biennáli magyar pavilonjában állít ki, tehát ő képviseli hazánkat az idei Velencei Biennálén. Ő kifejezetten hajlamos olyan képinstallációkat létrehozni, ahol alapvetően a festészet a fő médium, ezek mégis különféle anyagokkal, mediális tartalmakkal egészülnek ki, térbe jönnek ki, kinyúlnak, szóval azért itt a festők azt hiszem, hogy folyamatosan feszegetik ennek a műfajnak a határait, de azt a típusú interaktivitás mondjuk, amit a nemrég bezárt Refik Anadol világhírű média művész kiállításán láthattunk, ami egy ilyen dinamikusan az AI-ra alapuló digitális tartalom, talán máshogy érik el,
de én azt gondolom, hogy az is egy fontos része ez a dolognak, nem beszélve arról, hogy ma már egyébként a szakirodalomban megjelent az úgynevezett digitális festészet fogalma is, ami tulajdonképpen bizonyos fokig, én azt gondolom, hogy a Refik Anadolnak ez az itt látható műve is bizonyos fokig talán tekinthető digitális festészetnek is, mert hát azok a motívumok, azok a formák, azok a kompozíciós elemek és hangulatok, amivel ők felépítik ezt az egész dolgot, én szerintem ez is lehet festészet. És akkor mi a helyzet az alkotókkal? Szóval ma, amikor már az emberek többsége azt mérlegeli, hogy miből hogyan élhet meg, mennyire gazdagodhat meg, mennyire kifizetődő az az adott tevékenység, akkor mi a helyzet ezzel a festészet témával? Tehát mennyien nyúlnak úgy ecsethez, hogy na, akkor ebből is fogok élni? Nem tudom erre igazából, ehhez egy kereső galériást kellene megkérdezni, de én azt hiszem egyébként, mint ahogy korábban említettem, hogy azért a képzőművészek közül szerintem a festők a legjobban keresett művészek. Hogy ez mennyire biztosít biztos egzisztenciát manapság, ez egy másik kérdés. Én szerintem azért ezt nagyon sok tényezőnek a összeállása kell, hogy jelentse. Egyrészt nem mindegy, hogy hol élünk, milyen kapcsolati tőkénk van, mennyire tudjuk magunkat, vagy a galériánk mennyire tudjuk minket menedzselni, szóval ez egy ilyen komplex dolog, én azt hiszem, de azért nem lehetett. Ezt akartam nagyon profán módon megkérdezni, hogy azért születnek ma is olyan alkotások, mint annak idején Monétól? Tehát olyan színvonalú, vagy úgy van a festménnyel is, mint például a borral, hogy minél régebbi, annál jobb, vagy hogy van ez? Tehát hogy mérik az értékét ezeknek a dolgoknak, mert ez is egy nagyon érdekes kérdés. Én szerintem a festőszetben a kvalitás az megmaradt. A festők vagy az adott képek megértésének kell inkább idő. Ha megnézzük, mondjuk, ha már a Monét említetted, vagy akár az impresszionistákat, annak idején őket kizárták a klasszikus festészeti kánonból. Ugye ők hozták létre a Függetlenek szalonját, kvázi ellen kiállítóhelyként a szalonnal szemben, ahol akkor a historista, klasszicista festők mentek. Mivel hogy az impresszionisták festészete a közízlésnek és az akkori zsűrizésnek túlzottan szabad elvű volt, vagy nem az adott keretekbe passzolható. Később ezek váltak ismerté, ezek váltak érdekessé. Én azt hiszem egyébként, hogy a kortárs festészet is azért izgalmas, mert minden napjainkkal foglalkozik, az adott kultúrában, az adott közegben működik leginkább. Tehát, hogy csodálatosak az impresszionista festmények, én ezzel nem azt szeretném mondani természetesen, de hogy nekünk itt egy kortárs intézményként, én azt hiszem, hogy itt a jelen művészeivel és a jelen festészetével kell foglalkoznunk, ami ráadásul egyébként egy örömteli dolog, mert hogyha az ember, én azt hiszem, hogy úgy áll hozzájuk, hogyha egy picit nyitottabb, akkor egyébként eszméletlen izgalmas párbeszéd történhet. Ha már Magyar Festészet Igen. napja, akkor melyek azok a magyar festőművészek, amelyeknek a neve azért világhírű, tehát a világon, hogyha máshol is megemlítjük, akkor fogják tudni, hogy ki ő, nagyjából milyen híres festményei vannak, tehát vannak ilyenek, ugye? Természetesen, hát attól függ, hogy melyik, sőt, ezért ez koronként változó. Most is van ilyen. Most is van ilyen, persze. Hát a klasszikusokat ugye mondjuk, ha a szomszédban nézünk, akkor a Déri Múzeumban, akkor mondjuk a Munkácsi, tehát természetesen vannak ilyen típusú nevek, de hogy a 20. századról, vagy akár a kortásról beszéljünk, ha csak a hanyas vagy kiállítást nézzük, azért vannak olyan művészek és festők, akik jelenleg benne vannak a top 10-ben, a top 50-ben az eladási és különféle kereseti listán, ilyen például a Molnár Vera Molnár, akinek így a Modernbe szerveztünk pár évvel ezelőtt egy nagy kiállítást, és most is látható az egyik műve a hanyas vagy kiállításon, de egyébként Molnár Verával szemben található Reg Judit, akinek a Modernben úgy szintén volt egy nagy retrospektív kiállítása, és az ő képei, ez az absztrakt expresszionista festészet, ez a gesztus festészet, ez hihetetlen magas tagsált a világon, nagy nemzetközi múzeumok állítják ki, hihetetlen összegért kelnek el ezek a képek, de hogyha csak így a kiállításban, itt a hanyas vagy kiállításon végig megyünk mellette, a Kesülőna élő festőművész, Kossuth Díjas, nem véletlenül az ő nevét is azért egy ő is egy komoly, ha fogalmazhatok így, személyiség és brand, tehát az ő művészete azért ez egy komoly dolog. Szóval igen, abszolút vannak kortárs, jól menő magyar festőművészek. Azért említettük itt az előbb a digitális festészetet, és hogy egyébként a digitális kultúra vonatkozásában mifelé mennek, nem csak a festészet, hanem az élet számos területén a tevékenységek. A festészet is sokat változott az elmúlt évtizedekben, technikáját, megvalósítását, témáját tekintve? Szerintem témáját tekintve változott legtöbbet. Én azt hiszem egyébként, hogy ebből a szempontból a festészet elég konzervatív. Tehát, hogy azért már említettem, hogy például Nemes Márton például különféle ilyen téri installációkba helyezett képeket készít, meg azért voltak, amint a 60-as, 70-es évek asszemblázsok, amikor képeket ragasztottak össze, vagy emeltek téri szituációba. De hogy azért alapvetően a festészet műfaja az a táblakép, ami fő műfaja mondjuk így a táblakép szerintem, ami egyébként
egy olajvászon vagy egy akrilvászon kép. Ebben a tekintetben olyan nagyon nagy változás nem történt. Fontos, hogy jól értelmezhető legyen egy kép, vagy nem baj az, hogyha több rétegben hordoz mondani valót, és akkor az embernek le kell hámoznia róla ezeket a héjakat. Én azt hiszem, hogy általában nem blokk a képzőművészet azért izgalmas, mert sokkal szabadabb a fogalmazhatok úgy, mint a tudomány, és hogy minden képnek, minden művészetnek különféle rétege van, különféle belépésű küszöbe. Én hiszem azt, hogy különféle korban, különféle felkészültséggel különféle élményeket kaphatunk akár ugyanattól a műtől, és nem szabad tartani attól, hogy esetleg kizáródok egy múzeumból vagy egy kiállításból, mert nem értem. Én azt hiszem, hogy ha elmerünk jönni, bemerünk jönni, megnézni egy kiállítást, megnézni egy képet, az mindenképpen csak élményeket adhat. Én arra kérem a tisztelt látogatókat, hogy legyenek egy picit nyitottak, és megpróbáljuk mi is ezt úgy átadni, hogy az olvasható, értető, és főként élménygazdag legyen. Gondolom, hogy ezek a tárlatvezetések, amik például itt a modemben is rendszeresen zajlanak, nagyon színes, sokféle formátumban, ezek is ezt segítik, hogy azért azok is megértsék a képeket, az alkotásokat, akik lehet, hogy félve jönnek be. Én azt hiszem, hogy a tárlatvezetések igen, abszolút, a tárlatvezetések amiben tudnak talán segíteni, és nem is itt a segítség a fontos, hanem a élményadás, hogy azért a kurátorok, művészettörténészek, akik ezekkel a művekkel, művészekkel foglalkoznak, jelentős háttértudással rendelkeznek, és olyan dolgokat, olyan történeteket mesélhetnek el, vagy mesélnek el a művekről, a képekről, esetleg a kontextusról, hogy mi van mögötte, hogy áll, miért történt, miért készített a művész, vagy milyen életműnek, melyik szakaszában jellemző ez a kép, vagy ez az adott mű. Én szerintem ezek a történetek olyan egyéni adalékok, egyéni hozzájárulások, amelyek gazdagítják az adott tudásunkat a képekkel kapcsolatban. Kortárs alkotóval nyilván könnyebb dolguk van, mert őt még lehet ismerni, őt még meg lehet kérdezni, ő még elmondhatja, hogy hogyan született az adott alkotás. Igen, természetesen a mi kurátori nagyon izgalmas munkánk része, hogy részt veszünk a művészekkel együtt a művészeti párbeszédben. Tehát, hogy együtt göngyölítjük fel, együtt inspiráljuk egymással, mondhatom így, nem csak a művészek inspirálnak minket, hanem bízom benne, egy picit mi is inspiráljuk őket. Ezáltal ez egy közös történet, aminek a végén van egy mű, vagy egy műsorozat, vagy egy akár korszak, ami továbbra is azt állítom, hogy a mindennapjainkhoz kötődik, tehát a mai emberének szól, és a mai emberével foglalkozik.